A mai előadásomnak az a cím, hogy kémiai mítoszok. Nem véletlen a dolog, ugyanis a mai előadáson pont a könyvekről szeretnék beszélni, aminek a szerzője vagyok, méghozzá igazából ezek közül az egyikből szeretnék történeteket elmesélni, ennek pedig az a cím, hogy 100 kémiai mítosz. Jó, ezt a könyvet körbe is adnám, hogy bele lehessen lapozni, mint kiderült, nem ezt lehet majd nyerni, hanem ezt a vízilónaptej és más történetek kémiából címűt, illetve a 100 kémiai mítosznak van egy angol nyelvű változata is, ebbe is bele lehet majd lapozni, úgyhogy ezt a kettőt ezt itt indítanám el. Jó, arra kérem mindenkit, hogy ha kedve van, lapozzon bele, és aztán adja tovább. Előadás végén igazából egy. Tehát a 100 kémiai mítosz című könyv történetéről is szeretnék egy picit beszélni. Ugye 2019 az a periódusos rendszer éve. 2011 az a kémia éve volt, és a kémia évében az egyik kollégám, Kovács Lajos, akinek a fényképét mindjárt meg is mutatom, ő a Szegedi Tudományi Egyetemnek a munkatársa, és egyébként kémiai tárgyú ismeretterjesztő cikkeket viszonylag gyakran ír. Őneki volt az ötlete 2010 vége felé, hogy 2011, ha a kémia év, akkor fel kellene használni ezt a lehetőséget arra, hogy írjunk egy könyvet, amelyben megpróbálunk olyan írásokat összegyűjteni, hogy a társadalomban kémiai jellegű információkról szóló tévhitekről. Jó, viszonylag szélesen értelmezve a kémiát. Az ötletet az adta, hogy nem sokkal előtte, azt hiszem, hogy az 2009 második felében volt, jelent meg Háner Péternek a Történelmi tévhitek című könyve, és ez meglehetősen népszerű volt. Én magam is találtam benne nagyon-nagyon sok érdekességet. És amikor olvastuk, akkor gondoltunk arra, hogy hát lehet, hogy akkor mi is tudnánk valami hasonlót írni. Így jött létre az a könyv. Hát 100 történet megírásához egy szerző az nem feltétlenül elég. Úgyhogy Kovács Lajos kollégám megkért engem, illetve egy szegedi kollégát, Csupor Dezsőt, illetve még egy debreceni kollégát, Gunda Tamást. Így alkottunk egy 4-es csapatot, és akkor addig írtuk a történeteket, amíg 100 össze nem jött belőle. Az az olvasóbarát ebben a könyvben, hogy 100 teljesen különálló történet egymástól, tehát rövidek az egyes fejezetek, nem kell egymás után se olvasni őket, tehát nem épülnek egymásra. És ahogy mondtam, aztán nem sokkal később angolul is megjelent a könyv, a fordításban is elég aktívan részt vettem, illetve lényegében feleségemmel együtt, Ősz Katalinnal együtt fordítottuk le angolra ezt a könyvet, és a Springer kiadónál megjelent. Néhány történetet azért át kellett írni, illetve újjal kellett helyettesíteni, aminek a fő oka az volt, hogy van a 100 kémiai mítosz magyar nyelvű változatában néhány olyan sztori, aminek csak magyarul van értelme. Például az, hogy a szilikon, amiről én is fogok beszélni, meg szilícium neveket összekeverik, ennek angolul nincsen semmi értelme. Vagy Antal Valise különösebben ismert a magyar nyelvterületeken kívül, ugye van ilyen történet is. Igazából a mai előadáson annyit szeretnék csinálni, hogy néhány történetet elmondok. Látok ismerős arcokat, lehet, hogy van, akinek ismétlés is lesz benne. De természetesen azokra a történetekre szeretnék koncentrálni, amelyeket a könyvben én írtam. Ez olyan kicsit talán több, mint az egynegyede. Jó, hát csapjunk is bele. Az első történet az arról fog szólni, hogy megmérgezték-e Napóleont. Hát azt hiszem, a történetet sokan hallották, ugye, lehet mindenhol olvasni arról, hogy Szent Ilona szigetén Napóleont, amikor a második számüzetésben volt, akkor arzénnal megmérgezték. Napóleon 1821. május 5-én halt meg, még az 52. életévét sem töltötte be, tehát nem volt különösebben idős. Hát Szent Ilona szigetét tudja valaki, hogy merre van? Eléggé messze Európától, ugye déli Atlanti óceánban. Hát akkoriban azért eléggé kiesett a szokásos jártutak közül, ezért is volt alkalmas arra, hogy Napóleonot számüzetésben legyen. Tehát nem volt közismert az, hogy rossz lenne az egészsége. Napóleon orvosa a halálának az okaként azt állapította meg, hogy gyomorrákja volt, és ennek a következtében kiukadt a gyomra.
És még azt is megállapította, hogy egyébként Napóleon ebben a kategóriában nagyon szerencsés ember volt, mert a gyomra már sokkal korábban kiukadt, lényegesen a halála előtt, de a mája eltömte a rést. Hát ezért az, hogyha valakinek a gyomra kiukad, az órákon belül halálhoz vezet, de ezért Napóleon hónapokig élt úgy, hogy a gyomra lyukas volt, mert egy másik hely meg befoltozta, egy másik szerve befoltozta azt a lyukat. Természetesen Napóleon nagy hatású személyiség volt a történelemre. Azon kevesek egyike, akiről még a kedvenc történetíró, ez egy izraeli történetíró, aki olyan történelemkönyvet írt, nemrégiben olvastam újra, amiben nem az játszik szerepet, hogy melyik király mikor mit csinált, mert ő azt tartja, hogy a királyok meg a hadvezérek azok a történelem termékei és nem az alakítói. Hát azt mondja, hogy nagy részt, ami történik, az történelmi szükségszerűség. Na Napóleonról még ő is azt ért, hogy amit Napóleon csinált, az nem volt történelmi szükségszerűség, meg még Nagy Sándorhoz kötött ilyesmit. Nagy Sándor és Napóleon, az a lehetőség megvolt, de kellett hozzá egy olyan személyiség, mint Nagy Sándor és Napóleon. Hát Napóleon nagy hatású személyiség volt, természetesen a viszonylag fiatalon meghal, akkor a mai világban is meglehetősen gyakori, hogy mindenféle mendemondák útra kelnek a halálával kapcsolatban. De akkoriban nagyon hamar elültek ezek a mendemondák, az orvosnak a jelentését megbízhatónak tartották. Az, hogy Napóleont arzénnal megmérgezték, az csak a 20. században merült fel ez a gondolat. Egy svéd úriember, itt a neve szerepel is, Sten Forsvund, ő írt egy olyan című könyvet, hogy Napóleont megmérgezték, és ennek volt némi természettudományos alapja is ennek az információnak, méghozzá az, hogy Napóleon hajszálaiban tudományos vizsgálatokkal a normálisnál nagyobb mennyiségű arzén mutattak ki. Ez szokta azt jelezni, hogy valakit megmérgeztek arzénnak, például volt egy nevezetes ausztrál ló, akiről egyébként gyanították, hogy arzénnal mérgezték meg, és az utóbbi években pont ezzel bizonyították be, hogy valóban arzénmérgezés okozta a hatását, az volt a neve ennek az ausztrálnak, hogy farlep. Napóleon esete azért egy kicsit bonyolultabb volt, ugye a sztori az, hogy megmérgezték, most az első dolog, amit szeretnék az arzénmérgezéssel kapcsolatban mondani, hogy nem az elemi arzénra kell gondolni, hogyha arzénmérgezésről van szó. Az elemi arzént az viszonylag kis mennyiségben, de még egyfajta ilyen élénkítő szerként is szokták, teljesítménynövelő szerként is szokták használni. Az arzén mérgezés az az arzén 3 oxid, itt szerepel a képlete, arzén 3 oxiddal, vagyis régebbi nevén fehér arzénnal való mérgezést jelent. Ebből olyan néhány tized gram már halálos mérgezést okoz, természetesen íztelen, szaktalan, tehát nem veszi észre az, aki beveszi a mérgező anyagot. Az ókori római birodalomról mesélik azt, hogy elég sok politikai vitát arzénmérgezéssel rendeztek le. Ebben az előadásban viszonylag sokat fogok irodalmi idézeteket is mutatni. Mindjárt el is kezdem az elsővel. Remélem némelyik akár ismerős lesz itt a hallgatóságnak, másokról szinte biztos vagyok, hogy nem lesz az. Thomas Mann a Varázshegy című művében írja ezt. Úgy áll a dolog, hogy minden anyag egyaránt rejt életet és halált, mindegyik orvosság és méreg egyben, gyógyszertan és toxikológia tehát egy és ugyanaz. Most Thomas Mann nem különösebben tartjuk természettudományi szaktekintének, de a Varázshegy című regényében megpróbálta a korának a információit meglehetősen pontosan összegyűjteni. Az a gondolat, amit itt megfogalmaz, ez egy olyan gondolat, amit már korábban is többen megfogalmaztak. A legelegánsabb mondás, ami nekem legjobban tetszik, az egy meglehetősen rövid, annyi, hogy a dózis teszi a mérget. Tehát egy mérgező anyagot, egy anyagot önmagában általában nem illik mérgezőnek nevezni, csak egy anyag bizonyos mennyiségét. Nátriumkloridra szüksége van a szervezetünknek, ennek ellenére van olyan nagy mennyiségű nátriumklorid, ami mérgező, ha valaki tengervizet iszik, az előbb-utóbb, nem is annyira utóbb, annak a halálát fogja okozni a tengervíz. Tehát a mérgekkel kapcsolatban ez egy fontos dolog, amire szeretném, hogy itt jelenlévők emlékeznének, hogy önmagában semmi nem mérgező, mindennek van mérgező mennyisége. Úgy Napóleon halálát mi okozta? Az a 21. század elejére elég fontos kérdéssé vált. Annyira fontos kérdéssé, hogy olasz tudósok nagyon-nagyon alaposan megvizsgálták, elsősorban Napóleon hajszálainak a analízise segítségével, hogy aztán miért olaszul írták le azt, amit tapasztaltak, azt nem tudom megmondani, de
Itt a címet, hogyha megnézzük, ugye olaszul nem hiszem, hogy olyan nagyon sokan beszélnek itt a hallgatóságból, de az első szó az egyébként az angol measurementnek megfelelő, activation az aktivációt jelent, neutron aktiváció módszerével, a jelenlét, a presenza, arszenikóban talán felismerik az arzén, capelli az azt jelenti, hogy hajszálak olaszul. Tehát, hogyha valaki ismeri Fábio Capello nevét? Ugye futballedző hajszál Fábián magyarul. Napóleon Bonaparte és a családtagjai. Tehát ebben a cikkben azt írták le, hogy Bonaparte, Napóleon és a családtagjainak a hajszálában mérték az arzén mennyisége. Méghozzá egy mennyire fontos kérdés volt, azt az analízis módszer fogja megmutatni, de még mielőtt az analízis módszerre rátérnék, előtte megmutatom, hogy Napóleon azért száműzetésbe élt, de nem senyvedett börtönben. Hát ebben a kis házacskában tengette a életét a száműzetésben, és hát fennmaradtak tárgyai, fennmaradtak hajszálai is, amit meg lehet vizsgálni. Azt, hogy a tudósoknak fontos volt ez a kérdés, hogy megvizsgálják, ezt azon is le lehet mérni, hogy ezt a neutronaktiváció nevű módszert használták. És a neutronaktiváció módszerének a használata az úgy kezdődik, hogy vegyél egy atomreaktort. Nagy mennyiségű neutronra van szükség, neutron sugárzásra van szükség, ennek teszik ki a hajszálakat, aztán egy másik készülékbe beteszik, és meg tudják mondani az arzén mennyiségét. A nagy előnye a módszernek, hogy utána a hajszál változatlanul megmarad. Ugye nem lenne különösebben ildomos Napóleon hajszálait emiatt megsemmisíteni, ami ránk maradt. No, tehát ezzel a speciális módszerrel, hát azt szokták javasolni az előadóknak, hogy nem szabad előadásokban nagy táblázatokat számokkal bemutatni, mert úgyse látja át senki. Ezt a szabályt én most mégis megszegem, mindjárt három táblázatot is bemutatok. Ez az alsó rész, ez Napóleon különböző korú hajszálait mutatja be, az abban talált arzén mennyiséget. Ez a jobb oldali rész Napóleon két családtagjának, az egyik, ami olaszul Aljón, az magyarul sasfiók, tehát Napóleon fiáról van szó, akinek a halálát közismerten tuberkulózis okozta, illetve Josefina császárné, Napóleon első feleségének a hajszálaiban talált arzén mennyiséget. Itt a bal felső sarokban szereplő számok viszont ma élő emberek mennyiségében talált arzén mennyiségeket, ma élő emberek hajszálaiban mérhető arzén mennyiségeket mutatja be. Amit nagyon-nagyon nem jól csináltak a cikkírói, azt, hogy itt nagyjából ugyanazokat a számokat látjuk, mint itt meg itt, és csak itt a felső egyetlen sorban mondják meg, hogy ezeket a számokat mind el kell osztani százzal. Tehát való igaz, ha a ma élő emberek hajszálában lévő arzén mennyiséghez viszonyítjuk a Napóleon hajszálában lévő arzén mennyiséget, akkor nagyjából van egy százszoros különbség. Amiből azt is gondolhatnánk, hogy igen, lehet, hogy akkor Napóleon megmérgezték. Ezzel az elmélettel azonban van komoly baj. Az egyik, amit lehet látni, az az, hogy sasfiók, vagyis Napóleon fiának a hajszálaiban is körülbelül ugyanannyi arzén volt. Hát ott nem kell százzal osztani. Aztán Napóleon hajszálait ki is nagyítottam itt. Ezek azok, amelyek Szent Ilona szigetéről származnak 1821-ben, de szereztek Napóleon születése után nem sokkal származó hajszálakat Korzika szigetéről, illetve Elbai száműzetésről, és azokban is majdnem ugyanannyi az arzén, mint amennyit a Szent Ilona szigeti hajszálakból határoztak meg. No, tehát akkor, ha Napóleon tényleg megmérgezték volna, már arzénnal, úgy értem, akkor azt lehetne várni, hogy a Szent Ilona szigeteken származó hajszálmintákban lényegesen nagyobb az arzén koncentráció, 3, 4, 5, akár 10-szerese is, mint a mondjuk közvetlen születése után vett. Jó, tehát igazából mindez azt mondja, hogy igen, az igaz, hogy a mai emberek hajszálával összehasonlítva Napóleon hajszálaiban nagyon-nagyon sok volt az arzén. De akkoriban ez általános volt az emberek között. Maga Napóleon életének a korábbi részében is ennyi volt. A fiának is ennyi volt. Tehát az azt jelenti, hogy valójában valószínűleg a környezeti hatások okozták ezt, hogy több arzén fordult meg az ember szervezetébe, de ezt nem lehet mérgezésnek tartani, különösen nem lehet annak a bizonyítékának tartani, hogy Napóleont arzénnal megmérgezték volna. Aztán Napóleon személye köré mennyire könnyű mindenféle mendemondákat szőni, azt egy másik irodalmi idézettel fogom illusztrálni. Olvasta valaki Tolsztoj Háború és béke? 4 kötet, ugye, egyharmada franciául van, és lábjegyzetbe kell olvasni, de azért valahol nem kellemetlen olvasmány.
Ebből egy rövid idézetet vennék elő. A francia betűknek a zsidó számíráshoz hasonlóan, amely szerint az első 10 betű egyeseket, a többiek pedig tízeseket jelölnek, a következő jelentésük van. És akkor a teljes ABC-nek mindegyik van egy számértéke. Ha e szerint az ABC szerint számokkal leírjuk a szavakat, L'Empereur Napoléon, kiderül, hogy a számok összege 666-tal egyenlő. Tehát Napóleon az a fenevad, akiről az apokalipszis jövendől. Jó? Nagyon szép történet, egy baj van. L'Empereur Napoléon 661, és nem 666. Ahhoz, hogy ebből 666 legyen, ahhoz hibásan kell használni a francia névelőt, L'Empereur Napoléon. Na ez már tényleg 666. Jó? Ugye a főhős, aki ezt a vizsgálatot elvégzi, egy bizonyos Pierre Besukov, ő viszont ezt komolyan gondolja, és ő neki az a, egyébként a fixa ideje, hogy Napóleon nemezise, aki Napóleon bukását fogja okozni, és ezért a saját nevét is sikerül 666-tá alakítani. Viszonylag sok lehetősége van rá, mert ő orosz, tehát eleve ciril betűkkel írják a nevét, annak a latin betűs átírására sok különböző variációt használhat, megtalálja azt, amelyik 666 lesz, Rus Besukov, itt is talán érthető módon hibásan kell használni, Le Rus Besukov helyett Rus Besukovnak kell írni franciául, és akkor 666, de természetesen ő ebből nem abból a nem azt a egyébként talán természetes következtetést vonja le, hogy ez az egész ostobaság, hanem azt, hogy akkor majd ő fogja Napóleont kizavarni a világból. Na, ennyit akkor Napóleonról. A következő történet, amivel szeretnék egy kicsit foglalkozni, az az, hogy lehet-e tűzvész űrhajóban. És itt, és most egy picit kényelmetlen érzem magam, mert egyébként az égési folyamatoknak van a teremben egy nagyobb, jóval nagyobb szakértője nálam, de a történetet azért elmondom. Nem tudom, ismeri, ugye Apollo program, holdra szállás, az úgy mindenkinek rémlik, hogy aztán Apollo 11 volt az első, amelyik leszállt a holdra, jól emlékszem, a 13 volt az, amink mindenféle problémákba ütközött. De az Apollo 1-ről tud valaki? Az Apollo 1 volt az 1967. január 27-én, amelynek a fedélzetén tűz volt, és ebben meghalt 3 űrhajós. Ezért a NASA elég nagy erőfeszítéseket kezdeményezett az űrhajókban lévő tüzek vizsgálatára, illetve az oltási lehetőségeknek a vizsgálatára. És meglehetősen, hát nem mondom, hogy nagy meglepetésként érte őket, de meglehetősen furcsa dolog, hogy ez a baleset, ez a Földön volt egyébként. Számot is azért kapott, mert hogy meghaltak benne az űrhajósok. A többi Apollo küldetés csak akkor kapott számot, hogyha kijutott a világűrbe. Na és a világűrbe kijutó eszközök fedélzetén végzett kísérletek azt mutatták, hogy meglehetősen nehéz űrhajó fedélzetén tüzet gyújtani. El fogom mondani az indokokat, hogy miért, de előtte még nézzünk meg egy hollywoodi filmből egy képet. Ez nem az Apollo 13, hanem az Armageddon. Emlékszik valaki az Armageddon című filmre? Nem? Bruce Willis megmenti a világot. Jó, megint. Abban vannak ilyen képek, hogy nagy lángfront terjed az űrben. Mi a baj ezzel? Nincs oxigén. Ugye az égésnek 3 feltétele van. Égető anyag, gyulladás, hőmérséklet. Most nincs oxigén. Tehát ilyen nagy lángfront az nem valószínű, hogy a világűrbe csak úgy terjed, mint ahogy a légköri viszonyok között. Nyilván robbanás az lehet a világűrbe is, de az nem ilyen nagy lángfront terjedéssel jár. De, ahogy mondtam, a világűrben, tehát igazából a lényeg az, hogy súlytalanság állapotában a űrhajók fedélzetén viszonylag nehéz tüzet gyújtani. Nem nagyon egyszerű a kérdés, tehát azóta, amennyire tudom, az űrhajózásban, a mikrogravitációban a tüzek elleni védekezésnek külön tudománya is van, de a lényeg az az, hogy amikor a Földön tűz ég, akkor általában széntartalmú anyagok égnek. Széntartalmú anyagok égésekor széndioxid keletkezik. A széndioxid az pedig ugye az az anyag, ami a tűzoltó készülékek jelentős részében tűzoltó közekként benne van, mert elszigeteli a oxigéntől az égést. Jó, a Földön ugye az történik, hogy a széndioxid melegen keletkezik, azért általában azért fölfele száll, és akkor oldalról az égéstápláló közeg, a friss égéstápláló közeg az utánpótlása megvan. De a világűrben, ahol nincs gravitáció, ott a keletkező széndioxid a termék, az nem tud eltávozni az égés
hogy mondjam, az égés központjának a közeléből, ezért többé-kevésbé a legtöbb tűz az önkioltó a világűrben. Ha csak nem, ha meglehetősen jó szellőzést tartanak fenn az űrhajón. Ennek ellenére mindazt, amit elmondtam, a Mir űrállomáson 1997. február 23-án, Moszkva idő szerint 10:30 után néhány perccel volt jelentős tűz. Az oltása 90 másodpercig tartott. A hatfős legénység mind a hat tagja részt vett benne. És hát az első dolog, amit ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy ez nem mond ellent teljesen annak, amit már elmondtam, a tüzek gyújtásának nehézségéről, mert ebben a tűzben az égés tápláló közeg az nem a levegő volt, hanem az égés tápláló közeg is szilárd anyag volt, amit ott az űrhajón tároltak. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, és ez már nem kémia, hanem egyfajta pszichológia, hogy a hatfős legénység mind a hat tagja megmert volna esküdni rá, hogy majd egy órán keresztül oltották a tüzet. Ez egyébként a Földön is ismert pszichológiai hatás, zárt helyen égő tüzek esetében az embernek az időérzéke az nagyon-nagyon módosul. Nyilván a tűzoltáshoz a világűrben nem vizet használnak, nem azért, mintha olyan nagyon elvi probléma lenne vele, egyszerűen a víz az túl nehéz erre a célra a világűrben. Ugye a világűrbe juttatni egységnyi tömeget az meglehetősen drága dolog. Hogy a vízhasználatnak az etikájáról a világűrben van egy nagyon-nagyon aranyos idézetem az űrhajózási lexikonból, ami ezt írja, hogy a Szaljut 6 űrállomásról. 1978. január 5-én, 6-án az űrhajósok először próbálják ki az összecsukható fedélzeti zuhanyozó fülkét, amelyet aztán az alaplegénységek általában havonta egyszer használnak. Vajon itt akkor felmerült bennem a kérdés, hogy amikor az űrhajósokat kiképzik, akkor a zuhanyozások gyakoriságára is kell készülni, vagy akkor nem lehetnek egy nagyon kellemes emberek? No, ez volt a világűrben lévő tüzek története. A következő történet az viszonylag egyszerű lenne, egyetlen szóval meg lehetne válaszolni. A kérdés az, hogy valóban a tengeri só az igazi? Az egyetlen szóval akarom megválaszolni, akkor azt válaszolnám, hogy nem. Magyarországon is ugye kétféle só kapható, az egyik a bányászott só, a másik a tengeri só, és mivel hogy a Magyarországnak ugye se sóbányája nincsen, se tengere, amiből elő lehetne állítani a tengeri sót. És valahogy a közgazdasági viszonyok úgy alakultak, hogy a tengeri só a sokkal drágább, mint a bányászott só. Természetesen, ha valaki akkor a tengeri sót akarja eladni, akkor annak azzal kell reklámoznia, hogy de sokkal jobb, mint a bányászott só. Ostobaság. Mind a kettő nátriumklorid. 99,5%-ot meghaladó tisztaságú nátriumklorid. Ennek ellenére természetesen ez a reklámok készítőit nem zavarja, de ennek a kapcsán azért a sóról szeretnék elmondani néhány dolgot. Ugye a nátriumkloridot évezredek óta ismerik, néha még pénzként is használták. Az egyetlen ásvány, amire az emberi szervezetnek határozottan szüksége van, hogy pontosan mennyire van szükség naponta, amennyire tudom, még mind a mai napig nem tudtak menne megegyezni a szakemberek, 5 g-nál vagy kicsit kevesebb, vagy kicsit több. Aki Európában él, aki Európában fogyaszt ételeket, annak ez az 5 g naponta akkor is benne van az étrendjében, ha külön egyáltalán nem sózza az ételeket. Jó, tehát az európai embereknek inkább szokott az a baj lenni, hogy túl sok sót fogyasztanak, és akkor azt a magas vérnyomással szokták összekötni az orvosi szakirodalomban. Jó, ahogy mondtam, kétféle lelőhelye van, tengerek és óceánok, ahonnan bepárlással állítják le a sót, illetve bányák. Ha belegondolunk egyébként, akkor a bányászott só is tengeri só. Csak több millió éves. Vagy akár néhány 10 millió éves is. Ugyanis a bányákban ma kitermelt sótelepek úgy képződtek, hogy nagy tavak, vagy esetleg tengerek földtörténeti korok alatt beszáradtak, és a sótartalmuk meg ott maradt. Tehát ilyen szempontból nincs különbség a kettő között, csak abban van különbség, hogy mikor párolták be a tengerekből a sót. Hát mind a két fajta előállításról szeretnék egy-egy fényképet bemutatni. Sólepárlót Magyarországhoz legközelebb Szlovéniában ismerek, az Észak-Adrián, egy Szecsovje nevű településen. Olyan szempontból érdekes hely, hogy amikor én ott jártam, akkor Horvátország még nem volt tagja az Európai Uniónak, az azt jelentette, hogy a horvát-szlovén határon két ellenőrző pont volt. Az ember átment a szlovén ellenőrző ponton, és még a horvát ellenőrző pont előtt jobbra fordult, és közvetlenül a horvát-szlovén határ mellett, vagy 3 méterrel lévő úton lehetett megközelíteni ezt a sólepárló telepet, amely aztán valahogy így nézett ki.
valahol ott jön be a tengervíz egész a végén, és akkor medencéről medencére áramolt, hát lényegében időnként áttöltik egyik medencéből a másikba, csak a napsütés energiája szükséges, tehát a napfény, a nap energia elpárologtatja a vizet, és a végén visszamarad a tiszta nátriumklorid. Ennyi a teljes eszközkészlet, amit használnak ehhez. De ezek a medencék egyébként nagyon-nagyon sekélyek, természetesen azért, hogy minél nagyobb, minél gyorsabb legyen a párolgás ahhoz képest, hogy mekkora a térfogat. Illetve hát azt is megtudtuk, hogy mit csinálnak, hogyha eső közelettét érzékelik. Ezek a lyukak, itt, ami itt látható például, azért vannak, mert azok viszont mély lyukak, hogyha eső közelettét gyanítják, akkor abban a lyukba beleeresztik a teljes sólémennyiséget, és azt le tudják takarni. És aztán, hogyha elmúlt az eső, akkor emberi munkával visszamerik a sekély medencébe. Jó, a termék, amit előállítanak, az valami ilyesmi. Ezen a helyen semmiféle kémiai tisztítási módszerre nincs szükség, hanem ez az első termék, ami kikristályosodik, ez engem nagyon-nagyon meglepett. Ugye hát a tengervízben nem csak nátriumklorid van, a tengervízben van egy rakás más só is, de itt valahogy sikerült úgy megoldani a dolgot, hogy amit elsőre kikristályosítanak, az azonnal el is adható megfelelő minőségbe. Jó, sóbánya sincs Magyarországon. Sóbányából, hát Románia, a mai Románia területén is van több nevezetes, amit én látogattam meg többször is, az Lengyelországban van. Tulajdonképpen ez sincs messze a magyar határtól, egy olyan bő két óra, két és fél, talán három óra alatt elérhető autóval, ez a Vielicskai sóbánya, Krakótól egy picit délre. Hát ez, ha jól emlékszem, kb. 800 éve művelt sóbánya, 7 vagy 8 szintje van. Hatalmas, és turista csoportok mondjuk 5 percenként indulnak a sóbányába. És olyan hatalmas a sóbánya, hogy ennek a méreteit, például azt el tudom mondani, hogy Lengyelország, tehát a lengyel nép az viszonylag vallásos, ha jól emlékszem, 27 kápolna van a bányában, a föld alatt. Van egy nagy templom is, ahol lehet esküvőket is tartani, illetve a túravezetők, akik kísérik az embereket, hogyha valaki nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy egymaga mehessen be a bányába, akkor azt szokták mondani, hogy jó, menjen le a liften, induljon el a folyosón, negyedik napon forduljon balra. Körülbelül ez érzékelteti a bánya méreteit. Itt egy fényképet mutatnék meg két szint közötti átjáróról. Ez egy sóbánya, az azt jelenti, hogy például nagyon-nagyon száraz benne a levegő, de viszonylag tágas helyek jellemzik. Itt pedig ezen a képen a természetben előforduló sókristályt, halit névre hallgató sókristályt lehet látni egy fényképen. A következő történet, amiről beszélnék, és szintén lehet olvasni a könyvben róla, hogy valóban a cián a legmérgezőbb anyag? Ciánmérgezésről azért már sokan hallottak, ugye? Krimiket szoktak olvasni? Krimikbe elég gyakori dolog, hogy ha mérgezés van, akkor az vagy cián, vagy strihnin, ez a kettő szokott előfordulni. Jó, és akkor a ciánról az a benyomása alakul ki az emberek túlnyomó többségének, hogy ez egy nagyon-nagyon mérgező anyag. Ami bizonyos szinten igaz is, könnyen okoz halálos mérgezést. De nem tartozik, közel sem tartozik a legmérgezőbb ismert anyagok közé. Amiért a krimikben nagyon elterjedt a cián mérgezés, annak két oka van, az egyik, hogy a cián mérgezés nagyon-nagyon gyors. Hát 5 perc alatt halálos mérgezést tud okozni. Van egy könyv, amit szintén a feleségemmel együtt fordítottunk le magyarra, az a címe, hogy a gyilkos molekulák, abban is szerepel a hidrogéncianid, és az egyik alfejezetnek az a címe, hogy minden halál leggyorsabbika. Hát nagyon-nagyon gyors a ciánmérgezésnek a lefolyása. A másik ok, ami miatt a krimírók nagyon kedvelik a ciánmérgezést, az az, hogy nagyon látványosak a tünetei. Tehát, hogyha valaki ciánnal megmérgeznek, akkor mindenki, aki szemtanú, annak számára nyilvánvaló, hogy azt az embert megmérgezték. A legtöbb mérgezés az nem ilyen. A legtöbb mérgezés tünetei atipikusak. A legtöbb mérgezésnél az orvosok nagyon örülnek arra, hogyha rájönnek, hogy valamiféle mérgezésre kell gyanakodniuk. Tehát olyanok a tünetek. Jó, tehát akkor, ha már ezt elmondtam, azért a ciánról is szeretnék pár szót szólni. A ciánhidrogént, vagy kéksavat, 1783-ban Carl Wilhelm Scheele fedezte fel egy 1700-as évek eleje óta ismert festéket, amit berlini kéknek neveztek, annak végezte el a savi bontását, és előállította a hidrogéncianidot.
Ugye magyarul kéksavnak hívták régebben, manapság azért nem nagyon szokta ezen a néven kémikus emlegetni. A görögül is ez a név eredete, kianos, az görögül egyfajta kéket jelent. Ugye aki számítógépekkel gyakran foglalkozik, a cyan nevű szín, az egy olyan haloványabb kék szín. A Carl Wilhelm Scheele korában még meglehetősen gyakori szokás volt a vegyszerkóstolás. Carl Wilhelm Scheele a cikkben, amiről beszámolt a hidrogén cianid felfedezéséről, leírta a cianhidrogén ízét is. A különös íznek találta. Valószínűleg tudta, hogy hogy kell vegyszert kóstolni, mert nem ez az utolsó cikke. Azt mesélik, hogy a jegyzőkönyvében az utolsó feljegyzései azok arzénvegyületekkel kapcsolatosak, ami lehet, hogy nem igaz, de az igaz, hogy viszonylag fiatalon meghalt, és valószínűleg a vegyszerkóstolás szokása az hozzájárult ahhoz, hogy fiatalon meghalt. Jó, hát ugye a cianhidrogén, vagy hidrogéncianid, ciángáz, olvadáspontja mínusz 13 fok, forráspontja plusz 26 fok, tehát viszonylag kicsi tartományban folyadék, egy melegebb nyári napon lenne gáz, ugye, és viszonylag könnyen meg is fagyasztható. A krimikből nagyon jól ismert keserű mandula szaga van, igaz? Ezt majdnem mindig írja a krimi, hogy keserű mandula szaga van. Ezzel kapcsolatban két rossz hírem is van. Az egyik az, hogy az emberek kb. Egynegyede eleve nem érzékeny erre a keserű mandula szagra, tehát nem is tudja, hogy milyen a keserű mandula szaga. A másik rossz hír az, hogy a hidrogéncianid mérgezés egyik első tünete az, hogy a szaglóidegek megbénulnak. Tehát amíg érzi az ember a keserű mandula szagot, addig nem biztos, hogy nagyon nagy baj van. Ennek ellenére, hogy a hidrogéncianid meglehetősen mérgező anyag, az élet számára fontos anyagokban is előfordul, többé-kevésbé kötött formában, de amelyből felszabadulhat. Hát a B12 vitamint azt egy nagyon bölcs ember nevezte el B12 vitaminnak, mert hogy annak a kémia neve cianokobalamin, és egy beteget mennyivel nehezebb lenne már rávenni arra, hogy cianokobalamint vegyen be, mint azt, hogy B12 vitamint. Igaz? Aztán természetes források között, amelyekből cianidok, illetve hidrogéncianid állítható elő, szerepel a manióka, a mandula, hát ugye keserű mandula szaga van, akkor lehet, hogy a mandulával valami köze van. De még egy dolgot szeretnék megmutatni annak, aki már kicsit közelebb ismeri a kémiát. Nem tudom, valakinek valaha feltűnt, hogy az adeninnek az összeképlet az C5H5N5. Tehát, mintha ötször hidrogéncianid lenne. Jó, én nem vagyok szerves kémikus, nekem az adenin az már egy nagyon bonyolult molekula. Ahhoz, hogy emlékezzek a képletére, ahhoz így fel kell vetítenem magamnak, tehát ezt én fejből nem tudom reprodukálni. De azt tudom, hogy ezt, hogyha egy picit átrendezi ezt a képletet az ember, méghozzá így, akkor az 5 darab HNC egység, vagy HCN egység, az felfedezhető benne. Jó, és amikor végezték azokat a nevezetes kísérleteket az 50-es években, amikor az ősi légkört modellezték, akkor ugye azt lehet feltételezni, hogy abban hidrogéncianid is volt, és akkor szikrát ütöttek át ezen a rendszeren, akkor ezekben a kísérletekben adenin képződését is tapasztalták, mert az adenin az csak nekem bonyolult molekula, a természetnek nem, 5 darab hidrogéncianidból keletkezhet. A mérgező, a hidrogéncianid mérgező hatásának elsődleges oka az, hogy a citokrom C-oxidáz enzim működését meggátolja. A citokrom C-oxidáz enzim az minden sejtben, a sejtlégzésben fontos enzim, tehát azt teszi lehetővé, hogy a sejtek a kívülről felvett oxigént bent felhasználják. Jó, ezért aztán, hogyha valaki hidrogéncianid mérgezésben szenved, akkor lényegében sejtszinten megfullad. Hát nem tudják a sejtek felhasználni az oxigént. Nagyon ironikus dolog, de a hidrogéncianid mérgezés hatékony kezelése viszonylag jól ismert. Hát az orvosok tudják, hogy mit kell csinálni a hidrogéncianid mérgezéssel. A baj az, hogy mire az első orvos a helyszínre ér egy hidrogéncianid mérgezéskor, akkor általában már rég késő. Mert a beteg már rég meghalt. Hiszem, hogy amilnitritet kell adni. Valaki túl akar érni egy hidrogéncianid mérgezést, viszonylag jók az esélye akkor, hogyha egy nappal előre szól egy orvoscsapatnak. A hidrogéncianid és a fémcianidok legtöbbjének a mérgező hatása nagyon hasonló. Ez azzal van kapcsolatban, hogy a gyomorban uralkodó pH az 2-es, tehát a gyomorsav miatt erősen savas. A legtöbb cianidból hidrogéncianid szabadul fel ilyen körülmények között. Azok a komplex cianidok, amelyek ezt nem teszik meg,
például a Vas-2-nek a hexacianik komplexe, azok nem is mérgezőek. Hát azt szokták mondani, a ferrocianidokról, még a nátriumkloridnál is kevésbé mérgezőek. A mérgezés gyorsaságát pedig az okozza, hogy a hidrogéncianid molekula fiziológiai körülmények között semleges, így viszonylag könnyen átjut a biológiai membránokon. De közel sem a legmérgezőbb anyagok egyike, amiket ismer a tudomány. A legmérgezőbb anyagok néhányát feltettem ide. Hát a listát nálam a botulinotoxin vezeti. Valószínűleg én nem tudom, hogy mi a világ legmérgezőbb anyaga, de ez egy nagyon mérgező anyag. Egy átlagos 70 kg-os tömegű ember számára a halálos dózis a botulinotoxinból egy mikrogramnak az ötöd része. 0,2 mikrogram. Botoxról hallottak már? Ja, ugyanez a botox kezelés, csak ott nem beveszi az ember, hanem beinjektálják az arcába. Ugye a hollywoodi sztároknak, a érzéketlen arcú hollywoodi sztároknak szoktak a botox kezeléséről írni. Az arcidegeket is megbénítja valamennyire. Hát aztán ott még szerepel a polónium 210, ezt egy nem a legutóbbi, nem a novicsok mérgezésnél, hanem az egyel előtti lévőnél, a Litvinyenko mérgezésnél használta az orosz titkosszolgálat arra, hogy Nagy-Britanniában élő volt orosz ügynököt megmérgezzen. Polónium 210 az radiolitikus méreg, tehát az, hogyha valakinek a szervezetébe kerül, az beépül a kalcium helyére, és mivel hogy radioaktív, ezért közvetlenül ott a szervezetben csinál radioaktív sugárzással kárt. De ugye a ricinus magokból kinyerhető ricin is egy nagyon-nagyon mérgező anyag, a szarin az egy ideggáz, elmúlt héten, két héttel ezelőtt volt róla szó, és akkor a strichnin és a káliumcianid 50 mg körüli halálos dózissal jönnek itt, hát közel sem a legmérgezőbb anyagok, de azért 50 mg még mindig elég kicsi mennyiség ahhoz, hogy ez súlyos problémát okozzon, tehát nagyon kicsi mennyiségben. És megint egy irodalmi kitérőt szeretnék tenni. Isaac Asimov nevét ismeri valaki? Ismerik. Jó, tudományos, fantasztikus íróként ismerik, igaz? Kémikus volt. Kémia professzor volt egy bostoni egyetemen. Pályafutása elég érdekes volt, mert a pályafutásának az elején ő volt az a science fiction író, aki egy bostoni egyetemen professzor. Aztán, amikor már híresebb lett, akkor az a bostoni egyetem lett az az egyetem, ahol Isaac Asimov, a science fiction író dolgozik. Hát így megváltoztak a viszonyok. Ez a regény, ez nem science fiction, ez nem tudományos, fantasztikus regény, ez egy krimi. Asimov azt tartotta, hogy az az író, aki nem tud jó krimit írni, az ássa el magát. Ezért ő megtette ezt. Az a címe magyarul, hogy a halál fuvallata. Egy kémiai laborban egy kémikust úgy mérgeznek meg, hogy a nátrium-acetát feliratú üvegbe kálium-cianidot raknak. A nátrium-acetáttal viszonylag gyakran csinálja azt az ember, hogy ecetsavat ad hozzá, mert ecetsav-acetát puffert állít elő. Itt is ez történik, csak a káliumcianidhoz ad ecetsavat a kémikus, és a felszabaduló hidrogéncianid gáz már azelőtt halálos mérgezést okoz, mielőtt erre rájönne. A rendőrségnek természetesen nagyon könnyű dolga van. Miért? Tudják, hogy kémikus a tettes. Ilyet más nem találhat ki. Következő történet, amiről szeretnék beszélni, az, hogy valóban örök-e a gyémánt. Hát a gyémánt örök, ezt azért már hallottuk, igaz? Ez a 20. század egyik legjobban sikerült reklámmondata is egyébként. Vagy ha valaki szereti James Bondot, gyémántok az örökké valóságnak, magyarul a címe ennek a filmnek, de angolul Diamonds Are Forever, ez is gyémánt örök. A gyémántnak nagyon jó a sajtója. Egy nagy szindikátus gyakorlatilag a teljes gyémánt kereskedelmet uralja, tehát ők nagyon-nagyon jó reklámfogásokat találnak ki, például a James Bond film címe is egy ilyen reklámfogás. Különösen, hogyha a történetre emlékszik valaki, ugyanis ebben a James Bond filmben egy lézerhez szükségesek a gyémántok, holott közismert, hogy a lézerek működéséhez szükséges drága kő az inkább a rubin. A rubin lézer a sokkal közismertebb, mint a gyémántot felhasználó lézer. Jó, gyémántról ugye ezt a fajta szerkezetet azt majdnem mindenki ismeri, tetraédere szénatomok, amelyek mindegyik négy szomszédos szénatomhoz kapcsolódik. Ugye a szén, elemi szénnek vannak más allotróp módosítása, a grafit és a fullerén. A gyémánt szó a magyar nyelvben a német diamantból származik valószínűleg, ami pedig a görög adamas legyőzhetetlenből származik. Az egyetlen baj az, hogy igazából a gyémántról jól ismert, hogy nem stabil szobahőmérsékleten és nyomáson. Jó, itt valami olyasmit mutatok be, ami inkább white szemű kémikusoknak való.
a szénnek a fázis diagramját, és erről meg lehet állapítani, hogy ugye szobahőmérséklet az valahol itt van, légköri nyomás az valahol itt van, és ez a diagram ez azt mutatja, hogy melyik módosulat stabil azon körülmények között, hát az bizony a grafit. Ez azt jelenti, hogy a gyémánt elvileg nagyon-nagyon lassan, de szépen szobahőmérsékleten és légköri nyomáson átalakul grafittá. Mielőtt nagyon pánikba esne az, akinek nagyobb darabú gyémántja van, a közönség sorai, nagyobb darabban van gyémántja itt a közönség sorai között, megnyugtatnám, hogy nagyon-nagyon lassú a dolog. Hát évezredek alatt sem lehet még kimutatni műszerekkel sem. Hát van olyan gyémánt, amitről azt tartják, hogy már több ezer éve jár kézről kézre. Ha valaki most vesz egy gyémánt gyűrűt, akkor az nagy valószínűséggel még az ők unokájának a házasodási esélyét is javítani fogja. Ugyanis ezt a tartományt itt, ezen a fázisdiagramon, azt úgy hívják, hogy metastabil tartomány. Hát ott előfordulhat az, hogy ugyan a grafita stabil, de a gyémánt nagyon-nagyon hosszú idő alatt alakul csak át grafittá. No, ebben a tartományban viszont a gyémántot át lehet alakítani grafittá, de miért akarná valaki a gyémántot átalakítani grafittá? Ez fordítva lenne jó, ha a grafitot tudnánk gyémántá átalakítani. No, ehhez nagyon-nagyon nagy nyomás szükséges. Ilyen nagyon-nagyon nagy nyomás pedig hát valahol ilyen több kilométer mélyen van. Igazából azt tartja a szakirodalom, hogy a gyémánt keletkezéshez megfelelő körülmények kb. 150 km mélyen vannak a Föld alatt, 5 gigapaszkál, 1200 Celsius fok. A leggyakoribb alak, ami a gyémántból kialakul, az az oktaéder, és ilyen vulkanikus kürtőkben szokott a felszínre jutni. Tehát ott találnak, ott vannak nagy gyémántbányák, ahol ilyen vulkanikus kürtők kiárata van a felszínre, esetleg az ilyen vulkanikus kürtőkből folyók elsodorják a gyémántokat, és akkor folyó hordalékban található meg. Egy ilyen vulkanikus kürtőnek a tetejét, az Udacsnaja kürtő tetejét lehet itt látni, ez Szibériában van, el is kezdték elég rendesen a kitermelését. Itt pedig Sierra Leone-ból lehet látni egy fényképet, ez a másodlagos forrás, amikor folyók hordalékba elsodorják, akkor az, aki jól ismeri a folyóknak a vízjárását, az sejtheti, hogy hol érdemes keresni gyémántokat, és hát általában annak van a legkisebb haszna belőle, aki megtalálja. A gyémántot felismerni hordalékban nem olyan könnyű. Ugye nem csillog úgy, mint a szép égkő, hanem ahhoz nagy tapasztalat kell. Itt lehet egy csiszolatlan gyémánnak, amit a természetben lehet látni. A gyémánnak azokat az extra tulajdonságait, ami miatt manapság a legértékesebb drágakőnek tartja a kereskedelem, azt a csiszolás hozza meg, a hozzáértő csiszolás. És természetesen van egy-két olyan sajátsága, ami kivételessé teszi. Például nem tudom, emlékszik-e valaki arra fizikai tanulmányai közül, hogy egy fémnek általában a hővezetése, meg az elektromos vezetése az egymással arányos. Hát minél jobb hővezető valami, annál jobb elektromos vezető is. Na ezzel szemben a gyémánt az elektromos szempontból szigetelő és a legjobb ismert hővezető. Állítólag, hogyha elég nagy darab gyémántja van az embernek, az könnyű felismerni, megkülönböztetni bármi mástól, mert ha hozzáér, akkor nagyon hideg. Ilyen gyémánt jó hővezető. Én még soha nem láttam akkora nagy darab gyémántot. Soha nem nyúlhattam hozzá akkora nagy darab gyémánthoz, amin ezt tesztelhettem volna. Látni már láttam ilyen méter vagy másfél méter távolságból egyszer Londonban. Ugye, az angol királyi koronában elég sok gyémánt van. Következő történet, az, amiről már utaltam, arról fog szólni, hogy azonos-e a szilikon és a szilícium. Hallottak már szilikon völgyről? Jó, ezt a mai sajtóban mindenféle ostobaság előfordul. Ugye a szilikon völgy, az igazából szilícium völgynek kellene lennie, San Francisco környékén van, arról híres, hogy nagyon sok számítógépipari cég van a környékén, és akkor már voltak ironikusan azt mondta, hogy hát a szilikon völgy nem is, de szilikon dombok vannak San Francisco-tól délre, Los Angelesben, úgy Hollywood, meg ezen a környéken. Előfordul ilyesmi is. Itt a zavart a magyar nyelvben, igen, volt egy internetes oldal, hogy ezt a szilikon völgyöt beválasztották a 10 legidegesítőbb félrefordítás közé. Mert ugye a zavart az okozza, hogy az angolban van a szilikon, meg a silicone. Egyetlen e betű a különbség a kettő között. Ez a szilíciumot, mint elemet jelenti, ez pedig a szilikont, mint műanyagot.
Jó, a szilícium elem, azt ugye tudjuk, szerepel a periódusos rendszerben, a szilikon műanyag az pedig hát egy ilyen polimer, ami tényleg szilícium tartalmú, de a kettő semmiképpen nem azonos. És hogyha nem kémiailag elég hozzáértő az, aki fordít egy szöveget, akkor ez az egy ebetű különbség, ez elvész a fordításban, és akkor így lesz szilícium völgy helyett szilikon völgy. Amikor azt szeretném elmondani, hogy amikor ezt a képet kerestem, azt úgy csináltam, hogy beírtam a Google képkeresőbe, hogy szilikon, mondanom se kell, nem volt az első 120 találat között a kép. Az utolsó történet, amiről szeretnék beszélni, és erről picit hosszabban, az az, hogy felfrissít-e az ózondús levegő. Ózondús szó azért már úgy előfordult, hallottak már róla, ugye? Ózondús az általában jót jelent. Ózondús levegő, kellemes levegő, friss levegő. A Mátrában még van is egy olyan szállod, ami ózon, hotel ózonnak hívja magát. A Bükkben, Lilafürednél is van egy ózonpanzió. Feltehetően kémikusok nem olyan nagy, hogy mondjam, nem olyan nagy szívességgel mennek oda, mert egyébként az ózon, az, hogyha az ózon pajzsba fölöttünk van, az tényleg megvéd bennünket az UV sugárzástól, ami a napból érkezik, de ha itt körülöttünk lenne, az nagyon nagy baj lenne, mert az ózon súlyosan mérgező. Mérgezőbb, mint a hidrogéncianid. Jó, hogyha körülöttünk van ózon a levegőben, azt Los Angeles típusú smognak hívják akkor, hogyha nem túl súlyos a helyzet. Ugye a probléma az, hogy az oxigént meg az ózont összeszokták cserélni a hétköznapi életben, méghozzá oda-vissza. Mind a kettőre mutatok majd példát az irodalomból is. Az oxigén, amiről mindannyian tanulunk, kémia órán, már aki mostanában már az sem biztos, hogy mindenki kémia órára fog járni valaha életében. Ugye az oxigén, oxigén atom két oxigénatom összekapcsolódásával létrejövő molekula, amit körülöttem a levegőben rengeteg van. Antoine Laurent Lavoisier fedezte fel 1777-ben. Volt is egy ilyen szép elmélete Lavoisiernek, hogy a savak azok az anyagok, amelyek oxigént tartalmaznak. Oxis görögül azt jelenti, hogy sav, oxigén az a savképző elem. Hát ebben Lavoisier tévedett. Lavoisier nem ismerte volna a sósavat. Mit gondolnak? Lavoisier ismerte a sósavat? Hát a sósavat már az alkimisták is ismerték, tehát Lavoisier is ismerte a sósavat. Ennek ellenére azt gondolta, hogy a savakban az oxigén a közös elem, aminek pedig az volt az oka, hogy a klórról nem tudta Lavoisier, hogy elem. A klórról azt gondolta, hogy az oxigén tartalmú vegyület. Ugye a tömegviszonyok miatt még összejöhetne a dolog simán. Jó, aztán megállapították, hogy a klórról elem, megállapították, hogy a savakban nem is az oxigén a közös elem, hanem a hidrogén. De ez már nevet nem tudta megváltoztatni. Tehát azóta hibásan nevezzük úgymond oxigénnek az oxigént. Annyira, hogy néhány nyelvben még le is fordították, ugye németül Sauerstoff, ugyancsak oxigén képző, de ha jól emlékszem, olaszul is savképző, de oroszul is valami ilyesmi. Kislarod? Kislarod. Oroszul az is azt jelenti, hogy savképző. Jó, ezzel szemben az ózon, az az oxigén háromatomos molekuláris változata, ezt Christian Friedrich Schönbein fedezte fel, egy svájci kémikus, és ez a nevét is onnan kapta, hogy kellemetlen a szaga. Görögül oszein, vagy ószó, a ógörögül nálam sokkal jobban tudó barátom nem értettek egyet abban, hogy melyik a szótári alakja a szónak ez, hogy oszein vagy ószó, de abban egyetértettek, hogy azt jelenti, hogy szaglik, kellemetlen szaga van. Aki ózonszagot akar érezni, az egy hosszabb ideig működő fénymásoló környékén kezdjen el szaglászni. Ott, ami nagyon kellemetlen szag van, na az az ózon. Tehát már a nevét is innen kapta, és ebből még azt is meg lehet ítélni egyébként, hogy a görögöknek több szavuk is volt a kellemetlen szagok elnevezésére, hiszen aki emlékszik rá, a bróm is arról kapta a nevét, hogy elég kellemetlen szagú. Bromos, bakkecske szag, ezt jelenti eredeti ógörögül. Jó, az, hogy az ózon mérgező, azt egyébként a szakmai szervezetek nagyon-nagyon jól tudják, például a mindenféle országos levegőszennyezési mérőhálózatban számon tartják és mérik a mennyiségét, és beszámolnak róla, mert az, ha megnövekszik a mennyisége itt a környezetünkben, az nagyon nagy baj. Jó, aztán a felső légkörben ugye 10 és 50 kilométer között körülbelül, ami ózon molekula van, az viszont védő hatással van. Ugye elnyeli a napsugárzásnak azt az UV tartományát, amit a légkörben majdnem, hogy semmi más nem nyel el. Ezért a csökkenő ózon mennyiség az azt jelenti, hogy a Földre nagyobb mennyiség jut abból az UV sugárzásból, ami káros az élő szervezetek jelentős részére. Jó, azt ígértem, ugye, hogy
Mindenféle irodalmi idézeteket is fogok bemutatni. Megint egy irodalmi idézetet mutatok be. Megint Thomas Mann Varázshegy című művéből. Méghozzá így szól ez az idézet, hogy milyen szag van itt tulajdonképpen? Oxigén, felelte Behrens. Az oxigént érzi a levegőben. A szobazivatar mellékterméke, tetszik tudni. Hú! Az oxigén szagát érezzük a levegőben? Na, oxigén az elég sok van a levegőben, és különösebben ugye azt szoktuk tanítani, hogy szagtalan. Hát itt a dolognak a kulcsa az, hogy a szobazivatar az egy nagyon furcsa szó. Szobazivatar az azért szerepel itt ebben a szövegben, mert egyébként ez az eseménysor egy röntgenkészülék közelébe játszódik az 1910-es években. Jó, az 1910-es években a röntgensugárzás még viszonylag új volt, a röntgenkészülékek már léteztek, de a működésük minden bizony a nagy szikrázással járt. Jó, ez a szobazivatar jelenti a szikrázás. A szobazivatar ez azt jelenti, hogy szikrázás van. Jó, és azt jól lehet tudni, hogy a levegő oxigénjéből szikrák hatására ózon keletkezik. Tehát ha sok a szikra, akkor valószínűleg ózon szagot lehet majd érezni a közelben. Én nagyon rossz indulatú ember vagyok. Én amikor először olvastam ezt, akkor a fordítót gyanúsítottam meg azzal, hogy ő nem tud megfelelően se németül, se magyarul. Ezért megkértem a testvéremet, aki jó beszél német, hogy ellenőrizze az eredeti német szövegben. És ez az eredeti német szövegben is benne van az a hiba. Mi több az eredeti német szövegben, itt azt használja Thomas Mann, hogy Sauerstoff, tehát az oxigénnek a német nevét, itt viszont a latin nevet használja, az oxigént. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ő nem az ózont értette ez alatt. Na, de hát az ózondús szó kapcsán kezdtem el mindenféle gondolatmeneteket. Térjünk vissza az ózondús szóhoz, hogyha az ember utána néz az interneten, azt fogja találni, hogy az ózondús szót a magyar nyelvben Jókai Mór honosította meg. Szép kis feladat lenne Jókai Mór összes művét elolvasni azért, hogy az ember meg tudja mondani, hogy szerepel-e bennük az ózondús szó vagy sem. Szerencsére manapság ez nem olyan nehéz, mert ugye meg lehet kapni elektronikus változatba, és lehet keresést, elektronikus keresést indítani benne. No, nekünk, a könyv szerzőinek nem sikerült Jókai Mór írásaiba ezt a szót megtalálni, hogy ózondús, de például olyat már találtunk, hogy ózon teljes lég. Tehát olyan nagy, hogy mondjam, nem olyan nagy hiba, ha valaki azt gondolja, hogy Jókai Mór nevéhez fűződik a dolog. Itt viszont egy ismertebb regényből szeretnék, a Fekete gyémántokból szeretnék egy mondatot felvetíteni. Berend Ivánról van szó, a főhősről, aki ugye egy bányász, egy bányát vezet. Nyugodtan figyelt a percingára, a gép hévmérőjére, a légsúlymérő észrevehető változataira, az ózon a villany mérlegeire s jegyezgeti tárcájába észrevételeit. Jó, ez egy bányában zajlik. Hát bizony, itt is egy tévedést érhetünk tetten, csak pont a fordított tévedés, mint amit Thomas Mann tett. Mert ugye Thomas Mann oxigént írt, amikor ózonra gondolt. Jókai Mór pedig ózont írt, amikor oxigénre gondolt. Ugye egy bányában nem valószínű, hogy nagyon sok ózon keletkezne, viszont a bánya levegőjében az oxigén szintjének a mérése az viszonylag fontos feladat. Tehát valószínűleg az oxigén mennyiségét mérte Berend Iván, és azt jegyezgette a tárcájába. Maga az ózondús szó első előfordulását komoly magyar irodalmi műben, azt nem Jókai Mórnál találtuk meg, hanem Mikszáth Kálmánnál. Mikszáth Kálmán írta, ózondús levegő, szép tiszta lakások, árnyékos tétahelyek, remek koszt, nevetségesen olcsó árak, fölösleges kiszolgálat, üdítő ásvány és gyógyvizek, gyönyörű kirándulóhelyek, lawn tenisz, tombola, stb. Ezt a Két választás Magyarországon című regényében írta le. Tehát Mikszáth Kálmán az ózondús szót már használta a műveiben, ha jól emlékszem, legalább 4 alkalommal megtaláltuk. Jó, de hát akkor az ózondús, akkor valószínűleg nem jelentheti azt, hogy ózonban gazdag, mert az biztos, hogy nem lenne egészséges. Hogy valami jót is mondjak a bölcsészekről, ezért felvetítem a Magyar Értelmező kézi szótárnak a ózondús szó cikkét, ami azt mondja, hogy friss, tiszta, üdítő levegőjű terület. Tehát a Magyar Értelmező kézi szótár nagyon helyesen nem mondja azt, hogy az ózondús levegőnek bármi köze lenne az ózonhoz. Hát azt mondja, hogy ez egy ilyen szó, amit egyszer megalkottak, ma erre használjuk, de az eredete az lehet, hogy téves, de ennek ellenére létezik a magyar nyelvben. Jó, és itt hadd emlékezzek meg arról is, hogy igazából oxigén-dús levegő se lenne jó. Hát hogyha szokásos 21%-nál több oxigén lenne a levegőben, lényegesen több, az se lenne jó az emberi szervezetnek. Ehhez is, hát azt hiszem, hogy nincs
felvetítve, igen, nincs felvetítve, de ehhez is van egy irodalmi emléke. Verne egyik regényébe képzeli azt, hogy egy kis belga városban, az a cím a regénynek, hogy Dr. Ox teóriája, egy kis belga városban egy gyári paros elkezdi oxigénre sokkal dúsabbá tenni a levegőt. És ez egy ilyen álmos kis belga város, amiben aztán nagyon harciasak lesznek az emberek a nagyobb oxigén koncentráció hatására. Például soha nem hallott veszekedések törnek ki a városi tanácsba, és az eldöntésére fel kell mászni egy torony tetejére, de természetesen a torony elég magas ahhoz, hogy ott már nincs nagyobb oxigén koncentráció, mire felérnek a tetőre a városi tanácsnokok, addigra elfelejtik, hogy mind vesztek össze. Hát ez is létezik, Dr. Ox teóriája a könyv címe. Végén szeretnék arról is beszélni, hogy az ózon első említése az már az ógörög irodalomban megtalálható, ha nem is ózon néven. Ugye hát az ózon 1860-as években fedezték fel, akkor lehet, hogy az ógörögök még nem alkottak rá szót. Devecseri Gábor fordításait fogom használni a homéroszi aposzoknál, és a következő sort fogjuk elolvasni. Zeus iszonyú dörgött, s villámot ütött a hajóba, Zeus villámától megredült ekkor a bárka, megtelt kénfüsttel, kizuhantak a társak a vízbe. Ez a kénfüst szó, ez biztos, hogy rendben van itt? A Homérosz azt nem írta, hogy ezek a hajósok, ezek szállítottak volna ként. Kenet? Ként? Melyik tetszik jobban a hallgatóságnak? Ezt a múltkor is megkérdeztem, ha jól emlékszem. Nem emlékezik meg róla. Hát honnan van akkor a kén? Hogy lett kénfüst? No, viszont Homérosz írja azt, hogy Zeus villámot ütött a hajóba. Jó, akkor akit érdekel ez a dolog, akit érdekelnek ilyen apróságok, azok azt tartják, hogy igazából a kénfüst szó, amit így fordítanak manapság a homéroszi eposzokba, az az ózont jelenti, az ózon szagát jelenti. Miért? Zeus villámot ütött a hajóba, tehát volt nagy kisülés. Szikra. Ez azt jelenti, hogy akkor a levegőben lévő oxigénből keletkezhetett az ózon, annak pedig annyira kellemetlen szaga van, hogy azt a görögök is észrevették, és ezt írták le a kénfüst szóval. Tehát a levegőn átütő szikra, így a villámlás is ózon keletkezést okozza az oxigénből. És ezzel szeretném, ezzel a rövid történettel zárni a mai előadásomat, azzal, hogy sok egyéb írásom megtalálható a blogomon, Science Bits a blog neve, itt látható a címe, az URL-je, de ha mondjuk Google-ba begépelik azt, hogy Science Bits, ez lesz az első, amit a Google megtalál. És még arról is, hogy akkor, amit ma lehet könyvet nyerni, az a Viziló naptár könyv, ami 2017-ben jelent meg, és hát ez már nem mítoszokra koncentrál, hanem hasonló érdekességekre, mint amiről ma is viszonylag bőven beszéltem. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet! Thank you.